A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A sportkedvelők bizonyára egyetértenek velem, hogy április csodája mindenképpen a magyar jégkorong válogatott szereplése volt Bolzánóban, hiszen a divízió 1/1 világbajnokságon ismét az elitbe került ez a csoda csapat. Használjuk ezt a jelzőszerkezetet, hiszen fantasztikus eredménylista áll mögöttük. Vendégem pedig ennek a sikernek az egyik letéteményese, a mi gyerekünk, ha úgy tetszik. Vendégem tehát Kis Roland, a Hidrófehérvár AV19 válogatott jégkorongozója. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Minden bolzánói hős azt hiszem, hogy megérdemli, hogy egy rövid virtuális tapssal köszöntsünk. Ahhoz azonban, hogy megértsük, hogy miként jutottál el erre a szintre, hogy ebben a válogatottban is alapember lehess, egy kicsit vissza kell mennünk a múltba, hiszen egy olyan, a legkisebb fiú elindul, és aztán eléri a sikereket. Induljunk el Dunaújvárosba, hiszen itt a műsor előtt egy kicsit beszéltünk róla, hogy a magyar jégkorong nagyon-nagyon sokat köszönhet Kercsó Árpádnak és annak a dunaújvárosi korszaknak, aki rengeteg klasszis nevelt, és ugye dunaújvárosként ráadásul a két bátyáddal, Ákossal és Danival elindultatok egy úton. Beszélj az indítatásról, kérlek szépen. Hát igazából én, amikor megszülettem, nekem a két testvérem már jégkorongozott, akkor édesanyám kivitte jégpályára kb. Amikor 2 éves voltam. Innentől kezdve én elkezdtem több sportot is, de azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy melyiket válasszam, hiszen tényleg láttam előttem a példát, és ennek alapján én 3 évesen elkezdtem jégkorongozni Dunaújvárosban. Ott megkaptam az alapokat, és követve tényleg a testvéreimet, azt gondoltam, hogy én is ezen az úton szeretnék járni, hiszen ahogy említetted is, tényleg akkoriban nagyon jó volt a jégkorong Dunaújvárosban, talán az egyik legsikeresebb csapat is volt, így a szurkolók is rengetegen voltak, és ebbe a közegbe akartam én is tartozni egyszer. A folyamatos fejlődés záloga nyilván, hogy sokat legyél jégen, és olyan mestereid legyenek, akiknek megköszönhetjük, hogy most itt lehetsz velünk. Kik voltak azok, akik ebben felépítettek téged fokról fokra? Hát nekem az első edzőm, aki engem megtanított jégkorongozni, illetve korcsolyázni, az a Vladimir Babic, ő egy szlovák edző, aki egyébként már nagyon régóta itt van Magyarországon. Ő az, akit megtanultam az alapokat, és egyébként ezt nagyon köszönöm neki, mert tényleg nagy hangsúlyt fektetett akkoriban a korcsolyázásra. Ő volt az első, és ha jól emlékszem, utána jött Faragó Gyula, vele voltam Dunaújvárosban elég sokáig, és miatta jöttem el egyébként 12-13 évesen Székesfehérvárra. Igen, tehát a tehetséged az megvolt, a nyilvánvaló tehetséged. Miért gondoltátok, nyilván ez szülői döntés is volt ebben az értelemben, hogy Székesfehérváron jobban biztosított a fejlődésed. Melyek voltak az első tapasztalataid, amikor megérkeztél? Ugye 2014-ben már azért ott voltál a válogatottban, az U16-ban, és 15-ben megérkeztél, és az U18-ban játszottál. Nyilván ez egy nagyon komoly lépcső volt. Milyen tapasztalatok értek itt? Hát ugye, amikor én idejöttem, akkor ezt tudni kell, hogy én előtte nagyon anyás voltam, kötöttem hozzá, és ugye nekem kollégiumba kellett laknom. De talán ezért is gondolták a szüleim, hogy ez egy olyan lépés, amivel adnak majd az életemhez, hogy önállóbb leszek. És egyébként ez így is lett, és tényleg nagyon köszönöm is nekik, mert nyilván nagyon nehéz volt beleszokni, úgyhogy egyedül lakok, illetve nem egyedül, mert rengetegen voltunk a kollégiumban jégkorongozók.
De az egy nagyon-nagyon-nagyon szép emlék, hogy ott tényleg együtt nevelkedtünk, együtt nőttünk fel, együtt laktunk. Tényleg ez egy nagyon jó dolog volt számomra. És igen, ugye ezáltal így nagyon össze is érett a brigád, és végig sikeresek is voltunk. Igen, hát lépésről lépésre fejlődtetek, hiszen már az U18-ban játszottál 16 évesen, mármint a Fehérváron, a Hoki Akadémián és a 18-ban, aztán már a 19-ben, a 20-ban, tehát és válogatott lettél valamennyi igen. korosztályban. Milyen impulzusok értek itt Fehérváron? Azon felül, hogy a kollégiumban szuper volt. Hát igazából megalapozta az életemet tényleg. Így mai fejjel én szerintem az kellett ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy egyébként én itt szeretném leélni az életemet Fehérváron. És tényleg, tehát a jégkorong is maga az akadémia, akkor az volt az egyetlen, illetve ez volt az egyetlen akadémia itt Magyarországon. Illetve az, hogy volt egy ebel csapatunk, az is egy olyan cél volt mindenkinek a fejében már fiatalként is, hogy te ott szeretnél játszani egyszer. Ez egy ilyen plusz motivációt adott, ami által ezt így mindenki úgy dolgozta fel, hogy még keményebben edzettünk, és talán ez is, ennek is köszönhető a sikereink. Meg nyilván a szakmai munkának ki volt a mestered, amikor megérkeztél? Én amikor megérkeztem, nekem Kercsó Árpi volt szerencsémre, mert tényleg ő megadta nekem azokat az alapokat, ami kellett ahhoz, hogy később a fegyelem meglegyen bennem, illetve az, hogy tényleg amit a régi játékosoknak is adott, azt még nekünk is át tudta adni. És ez alapján én nagyon sokat köszönhetek neki. Egy rendkívül különleges személyiség volt. Melyek voltak azok az impulzusok, amiket át lehetett venni tőle? Hiszen ő tényleg az alapoktól egészen a csúcsig vezetett játékosokat. Ez nagyon nehéz megmondani, hogy mi az, amit át lehetett tőle venni. Igazából a karaktere. Tehát, hogy ha az ember nem úgy tartott tőle, mint ahogy erről szólnak azok a hírek, akkor tudta azt, hogy ő legbelül segíteni akar mindenkinek, és egyébként tényleg egy nagyon jó ember, és de megtartotta azt a saját stílusát, amit ő képviselt, és azt gondolom, hogy ezzel tudta elérni azt, amit elért. Ugye végig szerepeltél a korosztályos válogatottakban. Mi volt az elsődleges célod? Ugye 2013-ban jött egy lépés az UTE. Ott mi is történt? Hát csak annyi, hogy a válogatottságnál, tehát amikor 2018-ban egyre inkább, tehát a bemutatkozásod 19-ben a felnőtt csapatban, az nyilván egy óriási dolog. Igen. Hát ugye a válogatott, én ha jól emlékszem, akkor ugye végig az összes korosztályban szerepeltem. Ez még az U18 alatti korosztályok igazából egy rávezetés. Tehát, hogy így U14-től U16-ig az, hogy szokjuk azt, hogy esetleg külföldi edzőnk van, nekem a Glenn Williamson volt akkoriban a válogatott edzőm, illetve magát a közeget, hogy tényleg az országért játszol majd, meg illetve már akkor is. És ezt, hogy így át tudjuk élni, ehhez kellett ezek a korosztályos válogatottak. De igen, egyébként ez egy nagyon jó dolognak tartom, és mai napig jelen van, úgyhogy szerintem ez sokat segít a játékosoknak. A posztodból adódóan nyilvánvaló, hogy meg kellett tanulnod azt a fegyelmet, ami azt hiszem, hogy minden védőt jellemez. Melyek voltak az erényeid, amelyet folyamatosan fejlesztettél úgy, hogy aztán valamennyi válogatottban alapember tudtál lenni? Én egészen az U16-os korosztályig egyébként csatárt játszottam. Igen. És utána pont Kercsó Árpinál váltottam át hátvédbe, mert megbeszéltem vele, hogy az első két sorba csatárként nem fértem volna be, és a harmadik sor kevesebbet játszott. Ebből adódóan megkérdeztem, hogy nem-e lehetnék hátvéd, és emlékszem mai napig az első mérkőzésre hátvédként, ahol nagyon jól játszottam, és ott mondta is nekem a meccs után, hogy jó, akkor te most már maradsz hátvéd. Köszönjük, Árpi bácsi! Igen. 2020-nál tartunk, mert aztán utána nagyon sok dolog történt veled. Mi vitt Debrecenbe?
Én annak idején a Hetényi Zolitól megkérdeztem, hogy őt mi vitte, hiszen itt vendégként nagyon sokat beszélgettünk, hiszen ő is ősfehérvári részt vett a nagy sikerekben. Ő azt mondja, hogy ő egy más milliót keresett, és ahol teljes egészében ki tud teljesedni, és függetlenül attól, hogy a szint, a válogatott szint az megmaradt. Ez nálad is így történt, hiszen a válogatottnál megmaradtál, viszont Debrecenben folytattad a pályafutásodat. Igen, hát ez egy nagyon nehéz döntés volt nekem, hiszen ugye előtte itt játszottam a Fehérvári Titánokba, és nagyon szerettem volna bekerülni az Ebel csapatba, kaptam is lehetőséget, de sajnos akkor még nem tudtam olyan teljesítményt nyújtani, ami miatt én teljes körű csapattag lehettem volna. Ezért döntöttem úgy, hogy egy kicsit magasabb szintre lépjek ettől függetlenül, egy olyan csapatba, aki az élmezőnyben lehet akár, egy olyan csapatba igazolok, és leginkább ez az, ami motivált abban, hogy Debrecenbe kell menjek. Viszont sikeres volt a debreceni utad, hiszen szintet léptél egy év után, másfél-két év után mondhatjuk, tehát 2021-ben hívtak Diós Győrbe. Diós Győr egy csoda, Miskolc önmagában egy csoda, a sportot figyeljük, a jegesmedvék nem különben, tehát azért számtalan példa van rá ugye a magyar bajnokságban is, hogy milyen csoda pillanatokat okozhatnak, nem csak a Diós Győrinek, szerintem minden jégkorong szurgolónak, és hát két szezont ott töltöttél. Ez sikeresnek ítéled meg? Abszolút. Azt gondolom, hogy tényleg a karrieremben az eddigi legszebb utam volt Miskolc, hiszen az elején nagyon tartottam tőle, magától a várostól. Vannak teóriák, de ezek mind hamisak. Tehát, hogy ezeket meg tudta cáfolni maga a város, hiszen tényleg a környezet, a családiasság, amit képvisel Miskolc, a szurkolók, abszolút, tehát minden tökéletes volt, és egyébként szívesen maradtam is volna, de ugye nekem azt kell szem előtt tartanom, hogy minden évben magasabb szinten tudjak játszani. Hát állandó tagja lettél a válogatottnak. Igen. Ugye Miskolcon, tehát Diósgyőrben, és hát szerepet kaptál a válogatottban, ami nagyon-nagyon fontos egy fiatal számára. Igen, ugye akkor ott játszottam, amikor én megkaptam az első válogatott meghívómat a felnőtt keretbe. Azt gondolom, hogy ez annak is köszönhető, hogy ők tényleg úgy számoltak velem, mint első négy hátvéd, és ez nagyon sokat számított akkoriban. Tehát aki védő, az nyilván álmodik magá mellé egy védőtársat, de legelőször egy kapust és egy jó csatársort. Ez neked bejött? Tehát ami teljesült például, én azt mondom Diós Győrben bizonyosan, hiszen remekül szerepeltetek. Igen, Diós Győrben én az első évben a Szirányi Bencével voltam, tehát ő egy tapasztalt válogatott hátvéd szintén. Igen. Tehát abban az évben én nem kívánhattam volna magam mellé jobbat. Tőle rengeteget tanultam egyébként, úgyhogy ha le lehetne írni, akkor talán így írnám le. 8 gólod volt, 11 gólpaszt az első idényedben Diós Győrben. Ez elvárható egy védőtől? Egy fiatal védőtől, aki azért egy viszonylag jó csapatban van? Az, hogy elvárható, az erről inkább egy edzőt kérdeznék meg, de egyébként persze, én nagyon örültem neki, azt gondolom az egy sikeres szezonom volt, és természetesen én magamtól is elvárom ezeket a teljesítményeket, illetve minden évben egy kicsit magasabb célt tűzök ki magam elé, hogy ezzel is motiváljam saját magamat. A Tamperei VB megerősített, hogy jó úton jársz? Abszolút. Az nagyon sokat segített abban, hogy lássam azt, hogy hol is tartok, illetve hol tartunk, mint csapat. Hiszen olyan csapatok ellen játszottunk, akik még sajnos jóval magasabb szintet képviselnek. De ezt muszáj látnunk ahhoz, hogy tényleg lássuk azokat a dolgokat, amiben még hiányosak vagyunk. Tehát pluszt kell adni nyilvánvaló minden egyes pillanatban, amit a jégen töltesz, és a jégen kívül is. Tényleg, hogy tennek az ideid a jégen kívül, tehát az edzéseken kívül?
Mondjuk Miskolc az egy más helyzet volt nyilván. Igen. Miskolcon egyébként ott volt egy nagyon jó barátom, ugye a Bence, a kis Bence a kapus. Ő az ő családja ott lakik, és hozzájuk nagyon sokat jártunk ki, így sütögetni. De ezen kívül egyébként nagyon szeretek kirándulni a feleségemmel. Mára már lett egy kiskutyánk is, úgyhogy azt gondolom, hogy ki tudjuk tölteni rendesen az időt, nem nagyon unatkozunk. Plusz én is járok egyetemre, illetve a párom is. Úgyhogy egy kicsit beszéljünk az egyetemről, mielőtt megérkezünk újra Fehérvárra. Hát én a testnevelési egyetemre járok, jelenleg ez az utolsó fél évem. De ebben a fél évben még nem fogom tudni befejezni, tehát nem kapom meg maga a diplomámat, hanem majd a következő fél évben, mert a szakdolgozatomra nem maradt túl sok időm, úgyhogy ezt a következő fél évben fogom megírni. Bizonyos, hogy sikerrel jársz. No, Fehérvár. Megérkezett a meghívó, ilyenkor mit gondol egy játékos, hiszen egyel magasabb szintre, ha úgy tetszik, visszatér? Hát egy nagy megtiszteltetés volt nekem, amikor megkeresett a Viktor, hogy számítanak rám, mivel legbelül mindig is ez volt a fő célom, illetve vágyam, hogy egyszer itt játszhassak, mint teljes csapattag. És ez a megkeresés, amikor megérkezett hozzám, akkor én nagyon boldog voltam. Ilyen értelemben kerek lett a világ, de mi minden kell ahhoz, hogy újra beilleszkedj a csapatba? Hiszen függetlenül attól, hogy a játék, az alapsémák azért ugyanazok, de nyilván, ha amikor szintet lép valaki, akkor idő kell ahhoz, hogy egyrészt megszokja az új edzésmódszereket, az új társakat, bármennyire is régről ismeri őket, azokat a játékrendszereket, amelyet a mindenkori mester favorizál, illetve azokat az ellenfeleket, amelyek teljesen mások egy ilyen osztályban. Annyi szerencsém volt ezzel kapcsolatban, amit most mondasz, hogy ugye én nekem volt 3 évig edzőm a Dudu, Kis Dávid, és ugye hozzájöttem vissza, tehát hogy nagyjából ismertem azt a szisztémát, illetve azt a rendszert, amit ő elvárt tőlünk, úgyhogy ez egy ilyen segítség volt nekem. De igen, egyébként ahhoz kellett egy kis idő, egy hónap legalább, amíg felvettem azt a tempót, azt az edzésritmust, amit ugye ezek a srácok itt mutatnak, hiszen tényleg ez egy magasabb szint. Mennyit változott az Ébel szerinted az elmúlt időszakban? Azért látjuk, hogy mindenütt megvannak a légiósok egyik oldalról, folyamatos fejlődés záloga nyilván az, hogy együtt van a csapat, ez vonatkozik a Fehérvárra is, és egyre inkább tükröződik a fejlődés. Tehát ezt látjuk most a feljutásban, mert nem sokára elmegyünk Bolzanóba, hogy azért bizonyos értelemben ti szintet léptetek. Igen, abszolút. Tényleg a légiósoknak a minősége, ugye maga a liga színvonala is tükrözi az, hogy ugye mi másodikként játszottunk egy 8. csapattal, akik ugyanúgy meg tudtak szorongatni, és sajnos ugye meg is tudtak verni minket a playoffba. Ez is mutatja azt, hogy mennyire szoros a mezőny, tehát hogy egy meccsünk se volt a szezonban, ahol kikapcsolhattunk, és azt mondhattuk, hogy jó, most hátradőlve is, vagy esetleg 50%-osan is meg tudjuk nyerni ezt a meccset. Ugye végigjátszottál, és a válogatottban is szerepeltél, aztán jött egy válsérülésed. Mennyire befolyásolt, hiszen fel kellett épülnöd ahhoz, hogy aztán kerettag lehess. Tehát ilyenkor mit tesz az ember fia azon felül, hogy szurkol önmagának, és mindent megtesz a felépüléséért? Hát ez egy nehéz szituáció volt, mert ugye ez a norvég meccsen történt az első harmadba, amikor én éreztem egy nagyon nagy fájdalmat, ahogy beleestem a palánkba. Ott egyből elküldtek a kórházba, és a diagnosztika szerint egyébként nem történt semmilyen olyan nagy probléma, de a fájdalom az nagyon magas fokú volt, és ez alapján az orvosok azt ítélték meg, hogy én ezzel nem fogok tudni utazni. És ekkor jött az a döntés, hogy
rendben, akkor ugye valaki más fognak helyettem vinni. Ezt én el is fogadtam félig meddig, bár ez nagyon nehéz elfogadni, igen, ugye, hogy egy ilyen miatt kimaradja a világbajnoki keretből. De aztán hétfőn megkaptam az emeri eredményemet, ami egy kicsit jóval, egy nagyobb, hogy mondjam, képet ad arról, hogy mégis mi van a vállammal. És az alapján azt ítélték meg, hogy funkcionális problémája nincsen, egyedül a fájdalommal kell megküzdenem. Tehát azért megkaptad a bizalmat, hiszen nekedem nyilván ebben szerepet játszott Kis Dávid is, mert hogy ugye azért ott volt támogatólag, meg edzőként mindenféle értelemben. Tehát ez nyilván jó volt, hogy megérkeztél. Mi fogadott, amikor megérkeztél? Hiszen azt hiszem, hogy beilleszkedni egy ilyenbe, ahol óhatatlanul is az egyik esélyese voltatok a feljutásnak, az egyik, a másik kettő mellett, tehát azért azt gondoltuk, hogy Szlovéniát lehetetlen megverni, bármennyire is magyar szurkolók vagyunk, és akkor megérkeztél, és a legfontosabb meccsekre. És ugye közben volt egy olyan Románia elleni mérkőzés, igaz, hogy én nagyon szeretem a székelyföldi hokit, hiszen gyakorta járunk Csíkszeredára, Brassóba, stb., és nyilván az évben azért találkoztak ti is velük, hogy azt őket biztos, hogy legyőzzük, de aztán nem így történt. Ez a hullámzás, ez miként téli meg egy játékost ott? Hát egyébként a fogadtatásra visszatérve, nagyon jól fogadtak a srácok. Amúgy nagyon jó közeg alakult ki a világbajnokságra. Amint elkezdődött az első nap, onnantól kezdve szerintem mindenkinek csak az volt a célja, hogy feljussunk. És ez így összekovácsolt mindenkit, és tényleg egyetlen egy pontra fókuszáltunk a feljutásra. Említetted a román meccset, igen. Ettől függetlenül, hogy mindenkinek egy célja van, vannak sajnos hullámvölgyek, és ezekből a hullámvölgyeknél, vagy ezeknél a hullámvölgyeknél az a legfontosabb, hogy hogyan tudsz kimászni belőle. És ez mutatta meg igazán a csapatnak a karakterét, hogy egy ilyen vereség után mi egyből fel tudtunk állni, és ugye másnap jött az olasz, meg olasz, szlovén, és a szlovén, és olyan karaktert mutattunk, amit talán még én sem láttam soha. Ez borzongató volt, az biztos. Tehát a tévén nézve, aki meg ott volt, van néhány barátom, aki ott volt, fehérváriak, sokan voltak, és jó volt látni a szurkolókat. Mennyit segítenek ilyenkor, hogy nem volt ugye túlságosan távol, Bolzánóban voltak egyébként is, hiszen ott szerepel a ligában. Mennyit jelent ez számotokra? Nagyon sokat. Az, hogy nem tudsz kikapcsolni, igazából ez egy ilyen természetes pörgető egy játékosnak, amikor ott vannak a szurkolók, és érzed azt, hogy melletted állnak, hogy neked szurkolnak. Tényleg minden pont, minden porcikám át, kirázott a hideg, amikor a pályára léptem. Nagyon sokat segít tényleg. Fontos, hogy ha egységes egy csapat, és ugye a válogatott keretet, ha szemléljük, akkor nem számoltam meg, de közel fele légiós. Ez egyik oldalról azt jelenti, hogy szintet lépett a magyar jégkorong, a másik pedig, hogy akik a magyar klubokból bekerültek, szintén azon a szinten vannak. Ezt így látod te is? Igen. Egyre jobban fejlődik egyébként az Erste Liga is, hiszen tudtunk azért onnan is játékosokat hozni, és hát én is egy évvel ezelőtt még ott voltam, ott játszottam, az alapján tudtam én is megmutatni saját magamat ugye a tamperei világbajnokságon. Úgyhogy talán én azt mondanám, hogy az előnye ennek az, hogy akik külföldön játszanak magasabb szinten, ők tudták húzni a csapatot, és tudták segíteni, akik meg mondjuk lejjebbi szinten játszottak, ők pedig nagyon jól igazodtak ehhez. No, tehát akkor most jönnek a következő kihívások, hiszen bár most véget ért a szezon, tényleg mivel telik a nyár? Hát én már jelenleg elkezdtem a felkészülésemet, úgyhogy leginkább ezzel. Jó.
És hát nyilvánvaló, hogy mit is szeretnék, hát a diplomátokat, a lelked jobbik fele és te magad is, ezt kívánjuk. A másik még egy kérdés, ugye itt a beszélgetésünk elején már kérdeztelek, az új csarnok, az mennyire motivál benneteket, hiszen azért 5-6 ezer néző előtt az egy csoda lesz biztos. Igen, hát nagyon reméljük, hogy meg fogják tölteni a szurkolók a csarnokat, de egyébként egy nagyon, nagyon gyönyörű pálya, nagyon jó elosztással, egy olyan közegbe tudunk most így bemenni, illetve egy olyan környezetbe, ami megint egy pluszt ad nekünk, hogy tényleg nagyon profik a körülmények. Ulan, mit kívánjak én a jégkorong szurkolók nevében neked a családodnak a következő hát, időben? Egy nagyon sikeres évet, leginkább. Akkor történjék így. Köszönöm. Mert az boldogság nekünk is, ha mosolygós a szemetek. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Kis Roland a magyar válogatott, illetve a Fehérvári Klub fantasztikus jégkorongozója volt a vendégem. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, hiszen ne feledjük, alapsport számunkra a jégkorong, és nem csak Magyarországon, de Székesfehérváron bizonyosan. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.